kiteszünk az erekét tiszta izolálóra oda, letakarjuk. Az erekje vizsgálatáról film és több ezer darabos fotódokumentáció készült. A felvételek azt a pillanatot örökítik meg, amikor a herma feltárását követően Szent László koponya csontjáról gyűjt adatokat a tudós csoport. Tudomásunk szerint az erekjét, magát a koponyát ebből a belső elektretartóból körülbelül 150 éve vették ki utoljára. Az egyházi erekjék történetében mindedig egyedülálló komplex vizsgálatok célja az volt, hogy a kutatók képet kapjanak a koponyacsont állapotáról. Egy eredetileg földbe temetett, később hosszú évszázadokon keresztül speciális körülmények között tárolódott és csiszolódott koponyáról van szó. 50-60 éves kora körül elhunyt férfi koponya. Meg kell említenünk az igen erőteljes izomtapadási helyeket, amik fokozott fizikai aktivitásra utalnak. A győri egyházmegye szeretné, ha az adatgyűjtés végén rekonstruálni tudnák Szent László arcmását. Nagyon szükséges lenne azért az állkapocs is, de máig sincsen egyértelmű biztos adatunk arról, hogy hol is található Szent Lászlónak az állkapcsa. A győri püspökség a tudományos eredményeket egy kiállítás formájában a nagy közönség számára is bemutatná. Fölemelő tapasztalat volt a Szent Királlyal foglalkozni, szembenézni, a koponyájával a kezünkben tartani, és én bízom benne, hogy a tudományos hozadékokon túl ezek a vizsgálatok azt is eredményezni fogják, hogy Szent Lászlót egy kicsit újra a köztudatba visszavezessük. A kutatócsoport úgy látja, hogy a vizsgálatok során nyert információk felhasználásával lehetőség nyílhat a hazánkban és külföldön őrzött Szent László királynak tulajdonított egyéb erekjék felkutatására és beazonosítására.